Üdvözlöm Önöket az e-heti garázsban. Nagyon sokszor megkapom, mikor összefutunk egy-két nézővel, hogy nem tesztelünk elérhető áru autókat, pedig nagyon néha azért sikerül hozzájutni ehhez, bár ez is egy olyan kombináció, ami szerintem itt sose vásárolja senki, de pont ettől talán érdekes egy kicsit. Ugye ez egy Dacia Logan MCV, magyarul kombi, és annak is egy 0.9-es turbomotorral szerelt változata, amiben robotizált váltó van. Maga az autó külsőről szerintem nem szeretnék semmit mondani, igazából szerintem sugárzik róla, hogy ez tipikusan az autó, amit arra építettek, hogy az ember elmenjen vele A-ból B-be. Használható méretű autót kapunk. Nem szabad azokon fennakadni, hogy milyen az anyagminőség, hanem tényleg azt kell nézni, ilyen autóba beleülök, aránylag jó az ülés, felszereltségben is van navigáció, persze a feláras, majd a robotizált váltóról beszélünk, ha megyek vele, és ugye, amit minden autóban meg szoktam mutogatni, hogy vajon magam mögött hogy férek el, ugye, ha jól hallják, kicsit fémesen kong az ajtó, mikor kinyitom, de nézzék meg, tehát, hogy teljesen simán, fejtér, vál, minden, tehát ez egy nagyon használható méretű autó, és azt gondolom, hogy akik ezt az autót keresik, azoknak ez a legfontosabb szempont, meg az, hogy egy ilyen kombi kivitel, most benne van pont egy statív, 573 literes csomagtartója van, ugye le lehet dönteni az üléseket, a hátsó üléseket egyharmad, kétharmad arányba, úgyhogy tényleg egy hatalmas csomagtér elérhető. Ugye itt sincsenek ilyen nagyon igényes műanyagok, de méreteli alapján azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy lehet kapni ilyen autót, és főleg egy ilyen áron. De hogy mi az, ami nem jó benne, azt pedig nézzük meg, mert elindulunk. Néhány nagyon tetszetős dolog. Egyrészt ugye szögegyszerű a rádió, navigáció, stb. Tekerős csak a klíma, de azt gondolom, hogy ezzel nincs baj, ami nagyon vicces, hogyha bekapcsoljuk tényleg, hogy menjen is a klíma. Ez tényleg így, mintha így szénné terheltük volna a motort, kicsit ingadozik is az alapjárat, úgyhogy nem nagyon szereti a klímát, és akkor nézzük ezt a csodálatos robotizált váltót, amit egyébként annól még Citroën meg Peugeot modellekben próbáltam hasonlót, nagyon nem tetszett, így előre elmondom. Húha. Hát igen, ez a robotizált váltó is olyan, amit én soha nem választanék. Semmi érzet abban, hogy most mikor fog váltani, és akkor vált, akkor így megtorpan az egész autó, és utána újra egy ilyen két másodpercen belül kezd újra húzni, és most ráadásul lefele megyünk egy lejtőn, ami ugye segít ebbe az egészbe, majd visszafele jövünk, akkor kiderül, hogy ez még rosszabb is tud lenni szerintem. Ugye ebbe az autóban a Renault-nak egy új motorja van, 3 henger 09, tehát 900 köbcentis, ugye turbomotor, 90 lóerőt tud, azt gondolom, hogy ezek a paraméterek amúgy jók, és már próbáltuk ezt a motort a Renault Oldában, és egész jól működött, tehát nekem ezzel a motorral nagyjából semmi bajom. Igazából az a furcsa, hogy ezzel a robotizált váltóval párosítva mégsem tudja annyira hangsúlyozni a kiváló képességeit, sőt, inkább egy picit csalódás. Maga a motorhang egyébként egy kicsit nyomasztóbb, mint egy Renault modell, ugye persze egy Dacia-ban nincs annyira jó zajszigetelés, de azt gondolom, hogy ez is ilyen vállalható mértékű, és a rugózás is egy picit darabosabb, mint amit én megszoktam, de valószínűleg, ha terhel lenne a hátulja, tehát akkor egy kicsit kevésbé ugrálna. Ugye összességében azt kell mondanom, hogy egy viszonylag normálisan lehet vezetni, ugye nagy dolgokat ne várjunk tőle, hiszen ez nem a prémium autók vetétársa szeretne lenni, hanem tényleg egy olyan autó, amivel el tudunk jutni bárhova, úgyhogy akár tel és pakolhatjuk, beleülhet négy felnőtt is, és utazhatunk vele. Felszereltségben ugye azokat tudja, amik kellenek, tehát most, hogy bekapcsoltam a klímát, tényleg így egészen hamar visszaütött az utasteret, ami ugye egyébként nagyon hamar melegszik a teljesen fekete belső miatt. Ugye navigációnk is van, tempomat is van, itt a kormányon lehet kapcsolgatni. A Dacia-nak egyébként nagy előny, hogy itt a feláras extrát is egyébként nagyon olcsó, tehát hogy érdemes mindent választani egy ilyen autóban. Na most látták, hogy mekkorát bolintottam én is, mert váltott egyet az autó. Tehát ez ilyen vállalhatatlanul lassan vált, és igazából nem tudom az okát. És hát az árával pedig semmi nem tud versenyezni, hiszen ez a kiviteli robotizált váltóval 3,3 millió forint, ami egy ekkora méretű autótól manapság azt kell mondani, hogy ez egy nagyon alacsony ár. Én biztos, hogy nem választanám, de senkit nem beszélnék le róla, tehát ha valaki tényleg a Dacia-ba gondolkozik, nyugodtan menjen el, próbálja ki, még egyszer nem robotizált váltóval, de tényleg ez az autó méreteiben hozza azt, ami elvárható.